A magyar lakosság 10%-át érintette az elmúlt hetekben lezajlott mikrocenzus. A Központi Statisztikai Hivatal ennek köszönhetően tud adatokat nyerni többek között a népesség nagyságáról, iskolai végzettségéről és társadalmi helyzetéről. A lakás és személyi kérdőívek kitöltése kötelező, a kiegészítő nyomtatványok megválaszolása azonban önkéntes volt. Végül a kijelölt címek 92%-áról érkeztek be a kitöltött adatlapok november 8-áig. A 440 ezer lakáskérdőív, amivel terveztünk, amennyit kijelöltünk, abból 400 ezer kitöltött lakáskérdőívünk van, és 840 ezer személyi kérdőív adattartalma áll rendelkezésünkre. Sikeres volt végül is az internetes adatfelvétel, hiszen országosan a mintába kerültek 18%-a, közel két tizede döntött úgy, hogy ilyen formán szolgáltat adatot. Az adatok feldolgozása folyamatban van, körülbelül 6-7 hónap múlva érkeznek majd az eredmények. Idén már a számláló biztosok is elektronikai eszközökre gyűjtötték az adatokat. Nagyban gyorsítja, körülbelül egy ilyen 2-3 hónapos előny, tehát egy negyed évnyi előny az, ami ebből adódik a tapasztalataink alapján. Részben abból adódóan sokkal kevesebb a hiba, hiszen már a kitöltés szakaszában nagyon sok hiba figyelést be lehet iktatni, kimarad a rögzítési munka. Szokni kell ezt a fajta új rendszert, de élvezzük az előnyét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 24 ezer cím volt kijelölve a mikrocenzus felmérésére. Ebből mintegy 2800-an az online kérdőíven keresztül válaszoltak. A számlálóbiztosok 22 ezer címre mentek személyesen.